11 órakor a Kárpát-medencei református lelkészek és püspökök bevonulásával kezdődött az ünnepi rendezvény Hertelendi falván. A szertartást Csányi Erzsébet püspök helyettes vezette. Dr. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Halász Béla hertelendi falvi lelkész személyében felavatta a szerbiai reformátusok új püspökét, aki ige hirdetésében az összefogás jelentőségét hangsúlyozta, továbbá azt, hogy a lelkipásztorokkal is jobban kellene törődni, nagyobb segítséget adni fáradtságos munkájukhoz. Az ige hirdetésben is kiemeltem, az egyház lelki egységét megerősíteni, és ugyanakkor nagyobb figyelmet fordítani azokra a reformátusokra, akik szórványban élnek. A beiktatási szertartáson jelen voltak a Kárpát-medencei református egyházak, valamint más felekezetek képviselői is, és az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték a köztársasági és a tartományi elöljárók, továbbá a magyar parlament küldöttsége. Szórvány gyülekezet lelkészét nevezték ki püspöknek, és ennek nagy jelentősége van az egész Kárpát-medence reformátusságára nézve. Én azt gondolom, hogy ez a mai nap az egész magyar reformátusságnak az ünnepe, hiszen azért is vagyunk itt a Kárpát-medence minden szegletéből, Erdélyből, Felvidékről, Magyarországról, Horvátországból, hogy azt juttassuk kifejezésre, hogy a mi számunkra az egyjövé tartozás az egy természetes egység és kívánalom. A templom kicsinek bizonyult az ünnepséghez, ezért a helybeli emlékházban felállított kivetítőn kísérhették figyelemmel a szertartást mindazok, akik nem jutottak be a templomba. Székelyőseik tiszteletére a gyülekezet tagjai és a vendégek elénekelték a székely himnuszt.